Ma a megigazultságról és az egészségről szeretnék prédikálni. Prédikálhatunk a megigazultságról és bővölködésről, megigazultságról és családi jólétről, megigazultságról és áldott házasságról. Sok területről prédikálhatunk, de hányan értetek egyet, hogy az üdvösség a bűneid bocsánata mellett a legnagyobb áldás a Földön az egészség? A 3 János 2-ben azt mondja a Biblia, hogy Isten azt akarja, hogy bővölködj, és légy egészségben, ahogy a lelked is bővölködik. Az Úr azt mondta nekem nemrég. Abban a pillanatban, amikor a népem tudni fogja, hogy azt akarom, hogy egészségesek legyenek, egészségessé válnak. Amen. Tehát ma a megigazulásról és egészségről beszélek. Isten legjobbja számodra az, hogy megtanulsz új szövetségi egészségben járni. Meg fogom mutatni, hogy hogyan. Nézzük a Róma 8:11-et. Ez egy erőteljes vers. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti, életet ad a ti halandó testeteknek is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Először is alapozzunk meg valamit. Ez az élet a halandó testünknek adatik. Mi az, hogy halandó? Az a test, amit a jövőben kapunk, halhatatlan. Ez arról beszél, hogy a bennünk levő Szent Szellem életet ad a halandó testünknek. Gondoljátok, hogy a Szent Szellem életet ad a testeteknek, és a testetek beteg marad? Gondoljátok, hogy a Szent Szellem életet ad a testeteknek, és a tested ugyanolyan marad, mint volt? Vagy azt gondolod, hogy megváltozik? Amikor Isten megeleveníti a tested, valami történik vele. Néhányan mindig fáradtnak érzitek magatokat, vagy krónikus betegek vagytok. Ez nem Isten legjobbja számotokra. Ez az üzenet szabaddá fog tenni. Amen. Egyik nap futottam, kocogtam, a Róma 8:11-ről elmélkedtem, és Isten megnyitotta nekem az egész verset. Tudjátok, ez a vers annyira terhes, annyira csordulték van, tele van a 3-1 Istennel. A háromság kétszer is meg van említve egy versben. Hadd mutassam meg, kövessetek. De ha annak a szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, látjátok a 3-1 Istent? Az ő szelleme, aki feltámasztotta Jézust. Az Atya Szent Szelleme támasztotta fel Jézust, a Fiút. Látjátok a Szent Szellemet, az Atyát és a Fiút? Már az első sorban látod a hármas Istent. Az egész Szent Háromság részt vett Jézus feltámadásában. Ha ez a szellem benned lakik, aki, az Atya, feltámasztotta Krisztus Jézust, a Fiút, a halálból, életet ad, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, szelleme által. Itt újra említi a 3-1 Istent. Kétszer egy versben. A Szent Háromságot kétszer említi. Ez egy dupla adagos vers. Miért mondod ezt el, Prince Pastor? Ugyanúgy, ahogy mindhárman részt vettek Jézus feltámadásában, mindhárom isteni személynek létfontosságú szerepe van a halandó testednek való életadásban. Amen. Erre a versre nézve megmutatom, hogy miről elmélkedtem. A Biblia világosan mondja, hogy Isten, aki feltámasztotta Krisztust, életet ad. Ez nem csak azt mondja, hogy Isten életet ad, hanem Isten, aki feltámasztotta Krisztust, életet ad a ti halandó testeteknek is. A kettőt összehasonlítva, melyik a nehezebb? Krisztust föltámasztani nehezebb, vagy életet adni a testednek? Tudom, hogy Istennek semmi nem nehéz, de olyan értelemben mondom, ahogy a Jézus szólt a farizeusokhoz, emberi módon. Amikor látták a bénát előtte, Jézus megkérdezte, melyik a könnyebb, azt mondani a betegnek, hogy megbocsátottak a bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyad és járj. Tehát van olyan, hogy könnyebb és nehezebb. Így azt kérdem tőletek, melyik a nehezebb? Feltámasztani Krisztust, vagy életet adni a testednek? Néhányan azt mondják, hogy életet adni a testednek. Egyébként az egyik nehezebb. Feltámasztani Krisztust a halálból. Tudjátok miért? Bebizonyítom az Efézusi levélből, ahol azt mondja, Isten, aki feltámasztotta Krisztust a halálból. Itt különböző görög szavakat használ az erőre. Energia, exousia, dunamis, kratos. Amen, csodálatos.
Mindezek különböző szavak az erőre. Krisztus halálból való feltámasztására. Mert a sötétség minden ereje próbálta ezt megállítani. Krisztus halálból való feltámasztása Isten legfőbb teljesítménye. Tehát ha ez a nehezebb, akkor mi Istennek a tested megelevenítése, helyreállítása? Gyerünk emberek, ámen! Aki feltámasztotta Krisztust a halálból, életet ad a ti halandó testeiteknek is az ő szellem által, aki bennetek lakozik. Évekkel ezelőtt megkérdeztem az Urat. Ha ez igaz, és igaz, akkor miért van az, hogy még egy közönséges influenza is legyőzött? Valami nincs rendjén, Uram. És ekkor vezetett az Úr ehhez a vershez. Készen álltok? Készen álltok? Újra mondom, hogy a válasz a szöveg összefüggésben található. Nézzük a szöveg összefüggést. Róma 8:10. Ha Krisztus bennetek van, a test halott a bűn miatt, de a szellem élet a megigazultság miatt. És ez a megigazultság helyes cselekedet vagy ajándék? Ajándék. Ámen. Egy lét állapot ajándéka. Nem helyes cselekedet. Ámen. Egyébként a szellem szó itt angolban nagy betűvel van, de a fordítókon múlik, hogy tudják, hogy az emberi szellemről vagy a szent szellemről van a szó. Néha annyira tekervényesen összefonódnak, hogy nem tudod megmondani, hol kezdődik a szent szellem, és hol az emberi szellem. De azt biztosan tudjuk, hogy ez nem a szent szellem, mert nem mondod, hogy a szent szellem élet a megigazultság miatt. Ez az ember szelleme. Kis s-sel kellene írni. A szellem, a mi szellemünk él Isten életével, mert igazzá lettünk téve. Értitek? Akkor hányan vagytok, akikben ott van Krisztus? Akkor, ha Krisztus benned van, a tested halott a bűn miatt, de az emberi szellemed él a megigazultság miatt. De aztán kétségbe kell esnünk, mert noha Krisztus bennünk van, a testünk halott a bűn miatt. Nem. Hála Istennek a 11-es versért, ami azt mondja, Isten életet ad a testednek, ami halott. Isten életet ad a halandó testednek. Amen. Most illusztrálni fogom. Gyere, Darren. Gyere, Patrick. Gyere, Gabriel. Rendben, ez itt Prince Pastor. Ez Prince Pastor, három rész. Szellem, lélek és test. Szellemi lények vagytok, és van lelketek. Tulajdonképpen ez a kettő összefonódik, de a magyarázat miatt szétválasztom magam. Ez vagyok én. Ez vagy te. Három részből állunk. Három személy egyben, mint Isten. Isten a saját képére teremtett minket. Ő három az egyben. Atya, Fiú, Szent Szellem. Isten azt mondta, teremtsünk embert a mi képünkre. Tehát Isten szellemített minket. Isten szellem, és mi, akik szellemek vagyunk, közösségben tudunk lenni vele. Akik nem üdvözültek, a szellemük halott. Nézd le, halott. A Biblia azt mondja, ha Krisztus bennetek van, a test halott a bűn miatt, de a szellem élet a megigazultság miatt. Tehát a test halott a hívőknél is. A hitetleneknél mind a három rész halott. De a hívőnek a teste halott a bűn miatt. Kétségbe esek? Nem, mert a szellem élet, mert igazzá lett téve Isten előtt. Abban a pillanatban, hogy elfogadjuk Jézust, tudjátok, hol jön be Jézus? Krisztus szent szelleme a szellemeden átjön be. Ő néha érzi a jelenlétét, talán sír is a testével. De ez nem igazán számít. Isten nem itt jön. És nem is itt jön Isten, nem az elmén és nem is a testen át. Ő a szellemen átjön. Nézd lefelé. És a szellem, ami el van vágva Istentől, életre kell. Ezt nevezik újjászületésnek. Amen. És minél többet jössz gyülekezetbe, jó táplálékot fogyasztasz, annál izmosabb leszel. Elkezd el egyre csak erősödni. A Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem meg akarja eleveníteni a halandó tested.
A Szent Szellem ezt akarja. De az előző vers azt mondja, hogy a Krisztus benned van, a szellemed él a megigazultság miatt, de a test halott a bűn miatt. De vedd észre, hogy van egy középső rész is, az elme. Az elme akadályozza a szellemet a test megérintésében. Ha elolvasod a Róma 8-at, ahol most voltunk, azt találod, hogy a testi elme halál, de ha szellemi elméd van, az élet és békesség. Meg fogtok lepődni, hogy mi a testi elme. Nem a mocskos gondolatok, bár persze az is testi, de itt a testi elme kifejezés azt jelenti, hogy azt hiszed, hogy még mindig mocskos, tisztátalan, bűnös vagy. Annak ellenére, hogy üdvözültél. Az ebben való hit a testi hit. És Isten azt mondja, hogy az ebben való hit halál. De ha azzal összhangban hiszel, amit a Biblia mond, hiszed, hogy Isten igazsága vagy Krisztusban, ez a szellemi elme, ami élet és békesség. Ezért van, hogy miután egy keresztény üdvözül, az elméjének szüksége van jó tanításra. Szüksége van rá, hogy a gondolkodása megújuljon, különben az elméje vékony lesz. Ez csak illusztráció, ő az elme és az érzelmek. Noha Isten szelleme eljött a szellemhez, a szellem él a megigazultság miatt, tehát igaz vagy? Igen. De ha nem tudod, az elmét nem tudja, hogy igaz vagy, akkor nincs kapcsolat. A szellem megérinti az elmét, de az elme nem érinti meg a testet. Nem érinti, mert az elme nem tudja, hogy ki érintette meg. Az elme nem tudja. Tehát tény, hogy minden hívő igaz. Ez egy tény. Akár tudják, akár nem, akkor is igazak. Tehát még ha azt is hiszed, hogy mocskos, tisztátalan vagy, akkor is igaz vagy Isten szemében. Itt jön be a zavar, mert Isten úgy kezel téged, hogy a bűn többé nem akadály. Beszél hozzád, de te azt mondod, ó Istenem, hogy szólhatsz hozzám, ez Isten? Látjátok, hányan értitek? Ennek a résznek van szüksége oktatásra, bibliai oktatásra. Emiatt a rész miatt kell gyülekezetbe jönnöd és táplálkoznod. Az elmédnek meg kell újulnia. Az elmédnek tudnia kell. Ez az elme megújulása, ami által elváltozol. Az elmédnek tudnia kell, hogy igaz vagy. Az elméd az öntudatod is. Mondhatják az emberek, hogy ámen, ámen, de közben a hibáiknak, hiányosságaiknak vannak tudatában. És mert folyamatosan bűntudatod van, a tudatod a lelkedből van, és ha mindig bűntudatod van, még ha a szellemben lévő Zoé élet próbálja is megérinteni, nem vagy képes azonosulni vele. De egy nap eljössz az új teremtés gyülekezetbe, hallja az igét, ami azt mondja, hogy igaz vagy. Most az elméd elkezd információt kapni, elkezd hallani. Hé, Isten mindvégig azt mondta nekem, hogy ez vagyok, ez Isten hangja. Az a barátságos hang, ami beszél hozzám, amikor nem vagyok, elbátortalanodok, elbukom, ez Isten. Ez Isten élete, ami próbálja elérni az elméd. És most már hiszel a baráti hangnak, már nem mondod, hogy hogyan várhatnám el, hogy Isten barátságos legyen, és azt mondja, hogy igaz vagyok. Elkezded hinni, és lassan, nehézkesen, gyengén kezded elérni. Az elméd most már együttműködik a szellemeddel. Most figyeljetek, amikor az elméd elkezd hinni, és tudatában lesz, hogy igaz vagy, akkor az elektromos áram a szellemedből, ami élet, a Szent Szellem. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Aztán mind a három elmegy a kínai új év alatt látogatóba, és a barátaid jönnek, 60 éves vagy, de azt mondják, 60 éves vagy, ne blöfölj, 35-nek nézel ki. Úgy értem, hogy a rokonaid elkezdik mondani, mi történt veled, az plasztika? És nem hiszik el, ami történt a testeddel. Ez történik, amikor ez az elektromos áram elkezd szabadon, állandóan áradni. Figyeltek? Látjátok? Ha ez a vers a Róma 8:11, a testünk megelevenítése automatikus, akkor soha egyetlen keresztény sem lenne beteg, egy sem halna meg idő előtt, egy hívő sem lenne krónikusan fáradt. De mind tudjátok, hogy ez nem igaz. Tudjátok, hogy vannak hívők, akik mindig fáradtak, mindig gyengék, mindig betegek. De hála Istennek, megtaláltuk a titkot, ami ennek a versnek a szöveg összefüggésében való látás. A titok az előző versekben van. A szellem élet a megigazultság miatt. Arról beszél, hogy a test halott,
de a szellem él. De vedd észre, hogy korábban az elméről beszél arról, hogy az elmének meg kell újulnia. Az elme a középső ember. Az elme a középső ember. Ha az elme nem ért egyet a szellemmel, akkor a szellem nem tud áradni, hogy megérinthesse a testet. Sok keresztény így hal meg. A szellem eléri őket, elmondja, hogy higgyék az igazságot, hogy kik ők Krisztusban, hogy gyógyultak, hogy igazak. De az elme sosem válaszol, nem volt tanítva. Talán olyan gyülekezetbe járnak, ahol azt tanítják, hogy Isten betegen hagy embereket valamilyen okból. És soha nem jön létre a kapcsolat, hogy megérintse a testet. Soha. Ez Isten legjobbja a hívő számára. Tehát minden alkalommal, amikor azt mondod, Isten igazsága vagyok Krisztusban, ilyenkor életet adsz a testednek, amen? Amikor azt mondod, ezt teszed. Amikor ezt mondod, ezt teszed. Az erő, a zói élet elkezd áradni. Ez a fickó energikusnak érzi magát, úgy érzi, hogy 4 alkalmat is lead egyszerre. Tovább tudsz menni. Amen. Tapsoljátok meg őket. Köszönjük, Jézus. Most hadd fejezem be az utolsó verssel. A kérdés ma az gyülekezett, hogy Jézus azért jött, hogy életet adjon nektek. Múlt héten láttátok, hogy Jézus azt mondja, azért jöttem, hogy törvényetek legyen, és még több törvényetek, és bőségesen legyen törvényetek. Nem. Ő nem azért jött, hogy törvényeket, és még több törvényt adjon. Azt mondta, azért jöttem, hogy életetek legyen, és még bőségesebben legyen életetek. Tudjátok miért? Isten soha nem akarta, hogy az ember meghaljon, soha nem akarta, hogy az ember éljen, aztán megöregedjen, és végül beteg legyen, és meghaljon. Ez nem Isten legjobbja. Ez a bűn miatt jött. A bűn zsoldja halál. Isten ajándéka élet. Az Isten ajándéka az örök élet. Mondjátok, élet. Kedvenc versemmel zárjuk, a Róma 5.17-tel. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, látjátok, mennyire erőteljesek voltak az első Ádám bűnének hatásai? A bűne olyan kiterjedt utóhatást okozott, ami még mindig tart. De Isten tett valamit. Isten Jézus tette meg az utolsó Ádámmal. Tudjátok ezt? A második Ádám. Ahogy az első Ádám képviselte az egész emberi fajt, ugyanúgy Jézus ma a mi Ádámunk. Ezután azt mondja a vers, sokkal inkább azok, akik elfogadják a kegyelem bőségét és a megigazultság ajándékát. Ajándékát, ajándékát, nem jutalmát. Uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által. A két kedvenc témám. Annyira örülök, hogy Isten azért támasztott, hogy erről a kettőről prédikáljak. Csak két dologra van szükséged. A kiérdemeletlen kedvezés bőségére, és hogy elfogadd a megigazulás ajándékát. Így uralkodni fogsz az életben. Az életben való uralkodás nem csak az, hogy uralom ebben az életben. Ez nem azt mondja, hogy ebben az életben. Uralkodni életben szemben Ádám halálával. A halál ezen a frekvencián működik, te pedig magasabban. Te élettel uralkodsz, az élet teljességében, a halállal ellentétesen. És mi a két kulcs? Sokkal inkább azok, akik elfogadják a kegyelem bőségét. Tudsz túl sokat prédikálni a kegyelemről? Azt mondja, azok, akik elfogadják a kegyelem bőségét. Imádkozz a pásztorodért, hogy a kegyelem bőségének üzenetét prédikálja. Mert akik elfogadják a kegyelem bőségét és a megigazulás ajándékát, uralkodni fognak életben, szemben a halállal az egy Jézus Krisztus által. Vegyétek észre, hogy azt mondja, akik elfogadják a kegyelem bőségét, elfogadják a megigazulás ajándékát. Jó elfogadó vagy? Jó elfogadó vagy? Mi a megfelelő válasz ahhoz, hogy örömet okoz az ajándékozónak is? Az, hogy nagyon szépen köszönöm. Bátran fogadd el, Jézus kifizette. És a legnagyobb dolog, amit tehetsz azért, aki az életét adta és szenvedett érted, az, hogy azt mondod, köszönöm. És élvezed az ajándékot. Ha tudod, hogy valaki szenvedett, hogy megvegyen neked egy kabátot, többet dolgozott, akkor különösen előtte hordod azt a kabátot, és örömmel, büszkén viseled. Amen? Ez örömet okoz az ajándékozónak. Amen?
Thank you for tuning in to our broadcast. You have watched highlights of a sermon by Joseph Prince. To order a copy of the full sermon, which is approximately 60 minutes long, call the toll-free number at 1-877-769-5433 or log on to josephprince.org now.